És akkor most vissza az 1500 méterre, de az 1500 méterhez, ahol, ahogy mondottam, volt ugyan a junior bajnoki döntő zajlik jelenleg. Izméki Balázs a tatabányaiak versenyzője, ott legből az egyes pályán kék felsőben ő vezet, de hát egyelőre nagyon-nagyon kocogós az iram. 2.17-2.18 a tájékoztató óra szerinti részidő. Ebben a célban egyelőre látható, ott a hosszú egyenesben biztos, hogy nem fognak elindulni, megint csak a bújócska lesz majd. Akkor, amikor 2.35-2.36-2.37-es 800 méter tepertek a srácok. Hatszázal a vége előtt még senki nem akar megindulni. Ez olyan nagyon tipikus 1500 as döntő lesz. Na, mondom, hogy nagyon tipikus, mert az utolsó 500-on Tomás Marcell András a Honvéd versenyzője, és ott Benyámin az alegerszegiek versenyzője. Ők ketten voltak egyébként, Katinon is a favoritok, na most ők elindultak. Most ott Benyámin lesz egy picit jobb pozícióban, de nem felejtjük el, hogy Izméki Balázs is vette a lapot, és már is befészkeli magát oda a második helyre. Négyen lépnek el, akkor amikor 250 méterük van még hátra. És benne természetesen, ahogy mondottam, Bozott van, ugye a két papíron favorit versenyző is, négyen. Akkor, amikor 180 méterük van még hátra. Itt az utolsó 100 méter, vagy 110 méter fog majd dönteni, ez már biztos. Ott Benyámin még mindig a legjobb pozícióban, most jön ki Tomás Marcell András is, próbál meg kijerjenni, és nem csak, hogy próbál meg kijerjenni, hanem le is fogja hajrázni ott Benyámin. És Honvéd győzelem születik. Mondom, tipikus 1500-as döntő. A tájékoztató óra szerint időt nem is hiszem, hogy fontos felolvasni.